Nagy széllel és jelentős mennyiségű csapadékkal érkezett ked éjszaka a vihar. A nagy mennyiségű víz a talajvizet is megemelte. A boros család pincéjében mintegy 70-80 cm magasságban állt a víz, ami már nem először fordult elő. Jelentősebb kár azonban nem keletkezett. Boros László felsőhegyi termelő elmondta, a földeken sem okozott kárt a nagy esőzés, sőt, még jól is jött a csapadék. Nagyon nagy volt a zaszály, nagy volt a szárasság, hatalmas energiákat fordítottunk az öntöző rendszerek üzemeltetésére. Én azt gondolom, hogy ez a kiskár, amit a háznál keletkezett, az elenyésző ahhoz mérten, amiket ráfordítottunk energiaként a termőföldek öntözésére. A nagy szél a Felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály általános iskola udvarában lévő hársfát is kicsavarta, amely rádült az épületre. A károk javítását igyekeznek minél előbb befejezni. Ez a mellettem levő hásva rongálta meg az iskola épületének tetőszerkezetét, emellett az elektromos vezetékeket is elszakította. A károk felmérése a délelőtt folyamán megtörtént. Az iskolában ma nem volt tanítás, azonban holnap már lesz.